Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Hírmix, az Ultrahang hír összefoglaló műsora 2022. július 13-án, szerdán, és nagyon gyors szolgálati közlemények, mindenki továbbra is bátorítok, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornákra. Július 16-án 18 órakor Münchenben lesz közösség találkozunk, ahova szeretettel várunk mindenkit, részletek a videó leírásában, és örömmel fogadjuk támogatásaikat, adományaikat a képernyőn is a leírásban található bankszámla számon, illetve PayPal-on keresztül, akár külföldi devizákban is. A támogatóinkat pedig arra kérjük, hogy töltsék ki a támogatói űrlapot, szintén a videónk leírásába, és elküldjük a legfrissebb virtuális ajándékainkat, többek között a müncheni közönség találkozónknak a vágatlan felvételét. Ennyit a szolgálati közleményekről, és akkor most jöjjenek a legfrissebb hírek. Mindenek előtt az orosz-ukrán háborúnak néhány aspektusával szeretnénk foglalkozni először. Azt látjuk, hogy a hadműveletek továbbra is zajlanak Donyeck megyében, ám mind az oroszok, mind az ukránok, minthogyha valami fajta erőt gyűjtenének. A következő napokban egyébként majd lesz több elemzésünk is, Resperger István ezredessel és Tír Gábor külpolitikai újságíróval is felvettünk külön-külön egy adást, akikkel részletesen is beszélgetünk arról, hogy mi történik most a hat szintereken, de mindenkinek ajánlom a figyelmébe egyébként a tegnapi Robert C. Castell-el készített interjúnkat itt, és ott is kitérünk ezekre a kérdésekre. És egy nagyon érdekes videó szivárgott ki a napokban, egy albán fegyverkereskedő árulja az ukránoknak küldött amerikai páncéltörőket. A Portfolio.hu írta meg, hogy az interneten kering egy rejtett kamerás videó, melyen állítólag az látható, hogy egy albán fegyverkereskedő egy régi Volkswagen hátuljából amerikai gyártmányú ukránoknak szánt páncéltörő fegyvereket ad el a videót készítő beépített embereknek. A felvétel hitelességét egyelőre nem lehet megerősíteni, de a videó egy nagyon is valós kockázatra hívja fel a figyelmet. A felvételen egyébként összesen 5 darab tankelhárító fegyver látható, köztük egy igencsak valódinak látszó M136-os és egy Javelin páncéltörő fegyver is. Azt nem tudni egyelőre, hogy a felvétel hol és mikor készült, ahogy az sem, hogy ki készítette. Elképzelhető, hogy korrupt ukrán katonák adták el a fegyvereket a fekete piacra, ahogy az is, hogy ukránoktól zsákmányolt fegyvereket láthatunk, amelyeket donbasszi orosz szakadárokon keresztül vittek a fegyverkereskedőkhöz. És az is lehet, hogy az egész videó megrendezett, ugyanakkor az viszont tény, hogy simán elképzelhető, hogy ilyen fegyverek kikerültek a kereskedelmi forgalomba. Én is beszéltem olyan emberekkel, akik jobban rálátnak erre a területre, és azt mondják, hogy például az Ukrajnának szállított nyugati fegyverek már megjelentek Lengyelországban, megjelentek a Balkánon különböző fekete piaci kereskedőknél, sőt, nekem van olyan hitelesnek tartott ismerősöm, aki elmondta, hogy hát ezek a fegyverek aztán tényleg nagyon sokszor landolnak a fekete piacon, ugyanis az ukrán katonáknak például szükségük van élelmiszerre, szükségük van ellátásra, és gyakran adnak túl ezeken a fegyvereken. Arról már korábban is beszéltünk, hogy jelentős kockázata van annak, hogyha a szervezett bűnözés kezébe kerülnek tömegével ilyen jellegű fegyverek, hiszen azok Európa biztonságát és a világ biztonságát akár még hosszú időkkel az ukrán háború után is veszélyeztetik. Pont egy másik a témában szintén hitelesnek tartott ismerősöm mesélte, hogy annak idején az afganisztáni háborúk idején, amikor ott ugye az amerikaiak próbáltak beavatkozni, ott is a fekete piacon gyakorlatilag bármilyen típusú fegyvert meg lehetett szerezni. És ahogy azon aggályomat már korábban is kifejtettem, miszerint a fegyverek rossz kezekbe kerülve nagyon komoly problémát okozhatnak, hiszen például, hogyha a szervezett bűnözés elküld ide két kis busznyi embert, akár Magyarországra, akár máshova, ott végrehajtanak valami cselekményt, akkor az országok, az államok széttárhatják a kezüket, és elmondhatják, hogy hát nekünk semmi közünk ehhez a problémákhoz, hiszen nem mi követtük el ezeket a cselekményeket. Aztán az orosz sajtóban is megjelent egy érdekes hír, az Izvestija cikke szerint a Lengyelország Ukrajna egy részének elfoglalását tervezi, és ehhez Lengyelország, Magyarországot és Romániát is kész felhasználni.
Szergej Naryshkin, az orosz külső hírszerző szolgálat igazgatója úgy véli, hogy Lengyelország a nyugat-ukrajnai terjeszkedését egy álcázó propaganda bevetésével próbálja leplezni. A lap azt írja, hogy Varsó javaslata szerint Kijev ügyében hangsúlyt kell fektetni Ukrajna valamennyi európai szomszédjának kollektív részvételére. Ennek érdekében Varsó az ukrán kérdésben kész aktívabb együttműködést folytatni Magyarországgal és Romániával, hogy ezek mögé rejtőzve saját tervét valósítsa meg. Nyilván ez a hír, ez egyelőre az orosz propagandának a része inkább, mi a lengyelek részéről nem ezt érzékeljük. Ugyanakkor az is tény, hogy Lengyelországnak vannak olyan területi követelései Ukrajnával kapcsolatban, amelyeket mostanában tényleg nyilvánosan nem emlegetnek, de azért ez történelmileg megvan. Az más kérdés, hogyha választani kell, hogy a lengyelek az oroszokat utálják-e jobban a történelmi tapasztalatok miatt, vagy az ukránokat, akkor nyilván az oroszok felé billen a mérleg, de ettől függetlenül a történelmet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nyilatkozott az ukrán külügyminiszter is, Dmytro Kuleba kizárta, hogy a béke megállapodás részeként területeket engedjenek át Oroszországnak, valamint kijelentette, hogy nem folynak béketárgyalások Moszkva és Kijev között. Ukrajna célja ebben a háborúban a területeink felszabadítása, valamint a területi integritásunk és teljes szuverenitásunk helyreállítása mind a keleti, mind a déli részen. Közben megnyitotta nagykövetségét Moszkvában a Szakadár Donyecki Népköztársaság. Ezt ünnepélyes megnyitón adták át, ahol egyébként egyetlen orosz vezető kormányzati szereplő sem tette tiszteletét. Ezt a CNN írta meg. A megnyitót követően tartottak egy sajtótájékoztatót, méghozzá Olga Makejeva nagykövet és Natalia Nikonorova külügyminiszter ismertette az újságírókkal azt, hogy a Donyecki Népköztársaság diplomatáihoz már hatalmas adag a problémáikat taglaló petíció érkezett az állampolgáraiktól. Nem ünnepelhetünk itt, miközben a honfitársaink haldokolnak, így indokolta Olga Makejeva az orosz kormányzati szereplők távolmaradását. A Donyecki Népköztársaság létrejöttét 2014 tavaszán kiáltották ki Ukrajna területén, és mind a mai napig csak két ország ismeri el a létjogosultságát, Oroszország és a Moszkva közeli szövetségesnek számító Szíria. Fontos területeket felel Putyin legfiatalabb lánya. Vladimir Putyin orosz elnök legfiatalabb lányát Katyarina Tihonovát nevezték ki az import helyettesítési program felügyeletére az egyik vezető lobby csoportnál, az RSPP koordinációs tanácsnál. Ezt a Moszkva Times írta meg. Tihonova kinevezését az RSPP szóvivője is megerősítette. A cikk szerint a nyugati szankciók és a nyugati vállalatok távozása miatt Oroszország importja összeomlott, így jelentős áruhiánnyal kell szembenéznie. És azt fontolgatja a spanyol kormány, hogy 10 darab Leopard harckocsit és 20 darab M113-os páncélozott szállító harcjárművet ajánl fel az ukrán fegyveres erők részére. Ezt egy spanyol haditechnikai magazin írta meg. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kérésének eleget téve azt tervezi a spanyol kormány, hogy raktáról lévő harci járműveket bocsájt Ukrajna rendelkezésére. A tárgyalások már folynak egy ideje, végleges döntés azonban még nem született az ügyben. A spanyol lap információi szerint a harci járműveket még fel kellene újítani az átadás előtt, amit az Európai Unió által Ukrajnának nyújtott anyagi támogatások igénybevételével végeznének spanyol vállalatok az ukrán kormány jóváhagyásával. És az előző nap ukrán áldozatairól közölt számot az orosz védelmi minisztérium. Az elmúlt 24 órában több jelentős veszteséget is elszenvedtek az ukrán erők, akik legkevesebb 425 katonát veszítettek, de megsemmisült 3 repülőgépük és 9 pilóta nélküli drónjuk is, állítja egy közleményben az orosz védelmi minisztérium. A Guardian tudósítása szerint az orosz erők arról írtak, hogy a Mikolai hajógyár ellen elkövetett támadásban 350 szolgálatot teljesítő ukrán katonát likvidáltak, és többen megsebesültek a Harkivi régióban, legalább 5 ember, egy pedig meghalt az orosz erők által elkövetett lövöldözésekben, mindenről a regionális kormányzó számolt be. A Guardian azt írja, hogy az 5 sebesült kórházban van, állapotuk stabil, és egyikük sincs életveszélyben. A megszállt területeken pedig egyre fokozódik az ukrán ellenállás, jövő héten az orosz erők inkább a kisebb városokra fókuszálnak, mint a szlovákok
Szibériától északnyugatra lévő Dolina, valamint a keletre fekvő Sziverksz. Továbbra is Szlovánszk és Kramatorsz elfoglalása az orosz hadvezetés legfőbb célja, ezt állítja a brit védelmi minisztérium a legújabb jelentésében. Az oroszok továbbra is mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák az ukrán állam legitimitását az általuk megszert területeken. Ezt szolgálja például az is, hogy egy új rendelet értelmében lényegesen könnyebb az ukrán állampolgároknak orosz állampolgárságot szerezni. Ugyancsak fokozódik a megszert területeken az ukrán ellenállás is, aminek a csúcspontja a helyi orosz barát és orosz tisztviselők elleni merénylet elkövetése volt. A Harkivtól keletre eső Veliki Burulók oroszok által kinevezett önkormányzata nemrég elismerte, hogy a polgármesterük július 11-én bombamerényletben vesztette életét. A brit védelmi tárca álláspontja szerint az ehhez hasonló támadások csak szaporodnak a jövőben, ami növeli a nyomást a már amúgy is meggyengült orosz katonai és biztonsági erőkön. Hát, hogy ezzel párhuzamosan milyen az ukrán erőknek a helyzete, az is egy nagyon jó kérdés. Ukrajna legalizálhatja az azonos neműek házasságát a háború alatt. Ukrajnában nemrég elindítottak egy petíciót az azonos neműek házasságának legalizálásáért, amely petíció elég aláírás gyűjtött össze ahhoz, hogy az elnök megfontolja az ötletet. A petíciót több mint 28 ezeren írták alá, tehát Volodymyr Zelenszkinek 10 napja van válaszolni rá. A homoszexualitás ugyan nem illegális Ukrajnában, de az azonos neműek kapcsolata attól még nem ajánlott. Ez több problémát is okozott az LMBTQ csoport tagjainak, például a hadsereghez való csatlakozáskor. Például az ukrajnai törvények értelmében, ha egy azonos nemű pár egyik tagja elhalálozik, a partnerük nem viheti el, vagy nem temetheti el a testet. Mostanában minden nap lehet az utolsó, írja az online petíció. Egy LMBTQ szervezet úgy nyilatkozott a petícióról, hogy fontos momentum a közösség tagjainak számára. Fontos, hogy az LMBTQ közösség tagjainak is joga legyen látni a partnerét, vagy elvinni a halottas házba, valamint kompenzációt igényelni, ha szükséges, ezt közölte a kijevi Pride kommunikációs menedzsere. És erőteljes robbantások hangjai hallatszottak ma reggel a Donyeck régióban lévő Kramatorszkban, melyről több helyi Telegram csatorna is hírt adott. A Union ukrán hírportál beszámolója szerint az érkező rakétákat több térfigyelő kamera is rögzítette. A felvételen jól láthatóak a robbantások, melyek után több helyen tűz keletkezett, és rövid időn belül füst borította be a környéket. A szemtanúk 4 robbanásról számoltak be, azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy az orosz erőknek pontosan mi lehetett a célpontja. Ezek voltak az orosz-ukrán háború legfrissebb hírei, és akkor most jöjjenek újabb hírek a nagyvilágból, melyet Szabó József szerkesztett ismételten. A továbbiakban többek között azt írják, hogy az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság irányába tett előrelépés figyelmen kívül hagyása a demokráciákat nem kevésbé, hanem inkább nagyobb gazdasági veszélybe sodorhatja, miközben a környezetvédelmi aktivisták továbbra is követelhetik a vállalatok fosszilis tüzelőanyagokba való befektetés felhagyását. A Világgazdasági Fórum szerint Oroszország ukrajnai inváziója újra a figyelem középpontjába állította ezt a gazdasági gyengeséget. Erre pedig a megfelelő válasz az USA és Európa részéről az kell, hogy legyen a jelentés szerint, hogy a vezető demokráciáknak meg kell állapodniuk abban, hogy véget vetnek a fosszilis tüzelőanyagok alulárazásainak, ami a tiszta energiára való áttérés legfőbb akadályozó tényezője. A szén, az olaj és a gáz kitermelésével és elégetésével kapcsolatos alulárazás 2020-ban 5,9 billió dollár gazdasági költséget jelentett. Továbbá a G20 vezető demokráciáinak közösen kellene elkötelezniük magukat a fosszilis tüzelőanyagok termelésének és fogyasztásának költség- és adókedvezményeinek fokozatos megszüntetése mellett. Hát azért érdekes a Világgazdasági Fórumnak ezen cikke, hiszen ugye korábban is olvashattuk már az ő nagy újraindításról szóló törekvésüket, és úgy tűnik, hogy itt a pénz az nem számít. Minthogyha ezeknek a válságkezelési megoldásoknak az lenne a legfőbb célja, hogy nem baj, hogyha elszállnak az
árak. Nem baj, hogyha sokkal drágábban veszünk mindent, ahelyett majd nyomtatunk pénzt, ahelyett majd adunk hitelt, ahelyett majd még jobban eladósítjuk az országokat is, meg az embereket is, viszont legalább akkor a környezetvédelemnek a kérdése rendben lesz, viszont akkor nem fogunk függni idegen hatalmaktól. Tehát nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha ez a mindenki jól jár valahogy téma jelenne meg a világgazdasági fórum elgondolásában, hiszen ők tudnak nyerészkedni a kamatokon, be tudják vezetni az új világrendet, amely egy sokkal kontrolláltabb világrend, hiszen ha ők adják a pénzt, hiszen ha ők adnak alapjövedelmet, akkor ők tudják megmondani azt, hogy mit gondoljon az ember, hol bankoljon az ember, milyen applikációt használjon, be tudják vezetni a digitális pénzt, be tudják vezetni a sok-sok ilyen ellenőrző pontot, és akkor amivel meg szerintük az emberiség nyerhet, az az, hogy túléljük a környezetszennyezés miatt kialakuló nehéz helyzeteket, ráadásul mindenkinek valami minimális összeget biztosítanak. Hát érdekes ez az elgondolás, és az látszik, hogy egyre többen fogékonyak erre. Itt jegyezném meg, ugye a globális minimumadó is egy ilyen ötlet, ez az Amerikai Egyesült Államokból származik, de hát azért a Világgazdasági Fórum is bőven szorgalmazza, hogy ezen a területen is látom, hogy vannak meggyőző érvek, és elsősorban a jólét, meg a stabilitás, meg a biztonság az, amit ilyen meggyőző érvként használnak, meg hogy akkor ne legyen ilyen nagy szakadék az országok között, csak nekem ezzel is az a gondom, hogy most először bevezetik a globális minimumadót, aztán ezen felbuzdulva majd bevezetnek még számos olyan globális döntést, amelyekből aztán nagyon nehéz lesz kitáncolni, és kérdés, hogy meddig lehet válogatni, hogy a globális minimumadó kell, a globális ügyészség az már mondjuk nem kell, de akkor mi van, ha valamelyik ország nem csatlakozik hozzá, akkor mi van, hogyha egy idő után meg majd jön az egy pénz, meg az egy vallás, és a többi, és a többi. Nagyon elkalandoztam az eredeti hírtől, de azt gondolom, hogy ezek mind összefüggő dolgok, és érdemes is ezekre odafigyelni. És akkor jöjjön most egy hír Sri Lankáról, ahol az elnöki palota elfoglalása a 4 napos házi bulivá változott. Több száz tüntető maradt ott a Sri Lankai elnök otthonában, miután elfoglalták a rezidenciát. Gotabaya Rajapaksa elnököt a hétvégén ismeretlen helyre menekítették. Ő az utolsó Rajapaksa családtag, aki még mindig vezető kormányzati pozíciót töltött be, miután a hónapok óta tartó tiltakozások több testvért és más rokonokat kényszerítettek ki a kabineti pozícióból, és aztán Rajapaksa bejelentette, hogy lemond az elnökségről, mert hogy szombaton elfoglalták az otthonát. Az elnök várhatóan egyébként majd a mai napon jelenti be hivatalosan a lemondását, hogy az ország parlamentje megszervezhesse az összpárti egységkormányt. És a miniszterelnök szintén beleegyezett abba, hogy a hétvégén lemond, miután a tüntetők felgyújtották a házát. A Sri Lankai Demokratikus Szocialista Köztársaság történelmének legsúlyosabb gazdasági válságát éli, amely annak az eredménye, hogy a Rajapaksa dinasztia veszélyes zöld politikát hajtott végre, például betiltotta a vegyi műtrágyákat és nagy összegű kockázatos hiteleket vett fel a Kína által indított övezet és út kezdeményezés részeként. A műtrágya betiltása, amely kísérlet volt a 100%-ban organikus gazdálkodásra való áttérésre, azt eredményezte, hogy Sri Lanka importfüggővé vált az élelmiszerek tekintetében, amelyeket már nem tud megvásárolni, mert elfogyott a devizája. A fosszilis tüzelőanyagokról való átállásra tett kísérletek napi áramkimaradásokat, valamint rendkívüli benzin és egyéb olaj- és gáztermék hiányt eredményeztek. Az üzemanyagért órákig tartó sorokban álló emberek egész évben mindennapos jelenségé váltak. A szocialista gazdaságirányítás szörnyű élelmiszer, gyógyszer és szinte minden más alapvető termékhiányt eredményezett. A gyermekeim nyomorognak, minden lehetséges módon szenvednek, még egy csomag kekszet vagy tejet sem engedhetek meg magamnak és a gyermekeimnek, ezt mondta egy Sri Lankai anya a BBC-nek egy múlt héten megjelent interjúban. Jill Biden munkatársai bocsánatot kérnek a latinokat a takókhoz hasonlító First Lady megjegyzéseiért. Jill Biden First Lady stábja bocsánatkérést adott ki a First Lady nevében, miután a latinókat reggeli takókhoz hasonlította. A First Lady elnézést kér, hogy szavai bármi mást közvetítettek, mint a latin közösség iránti tiszta csodálatot és szeretetet. Ezt írta Michael F. Rosa, a First Lady sajtótitkára.
Egyébként úgy tűnik, hogy a First Lady egy előre készített beszédből mondta azt, hogy Raúl segített felépíteni ezt a szervezetet azzal a megértéssel, hogy ennek a közösségnek a sokszínűsége, amely olyan különböző, mint a bronxi bodegák, olyan gyönyörű, mint Miami virágai, és olyan egyediek, mint a reggeli taco itt San Antonióban, az önök ereje. A First Lady megjegyzései sokakat megdöbbentettek a latin közösségekben, akik úgy vélték, hogy a megjegyzései elrugaszkodottak, sőt rasszisták. Jill Biden, aki professzorként dolgozik egy főiskola angol tanszékén, a bodega szót is rosszul ejtette ki, ami még inkább bizonyítja, hogy nem ismeri a latin kultúrát. Izgalmas látni, hogy a Biden család mostanában mennyit bénázik, azért megnéznék egy beszélgetést Joe Biden és a felesége Jill Biden között. Azért nekem beszédes az is, hogy a mainstream amerikai média is egyre többet foglalkozik Bidenéknek a hibáival, bakijaival. Nekem úgy tűnik, mintha már a demokrata oldalon is készítenék elő azt, hogy valaki más kell Biden helyett, mert mondom, a demokrata sajtóorgánumok is egyre inkább próbálják őt szenilisnek beállítani. És itt van még egy hír a Biden családról. Az amerikai titkosszolgálat megerősítette, hogy tudatában van annak, hogy meghekkelték Hunter Biden iCloud fiókját. Jelenleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nyilatkozzunk lehetséges nyomozati cselekményekről, de biztosíthatom önöket arról, hogy a titkosszolgálat más bűnöldöző szervekkel együtt tudatában van a közösségi média bejegyzések tartalmának és a Hunter Bidennel kapcsolatos állításoknak. Ezt mondta a titkosszolgálat szóvivője. Az egyik felvételen például az látható, hogy Hunter Biden egy prostituáltal beszélgetve épp azt méri, hogy hány gram crack van nála, a mérlegen jól látható, hogy az 21 grammot mutat. Korábban arról is cikkezett a sajtó, hogy a nyilvánosságra kerülő üzenetek szerint Joe Biden egy ízben 75 ezer, majd később 20 ezer dollárral segítette ki a fiát, aki a felvételekből gyaníthatóan még az elvonón is fogyasztott kábítószert. Ahogy arról a sajtó korábban beszámolt, Hunter Biden már saját magáról is feltöltött több tucat olyan videót egy pornó oldalra, melyeken prostituáltakkal létesített szexuális kapcsolatot, és köztudott, hogy korábban drog- és alkoholfüggő volt. Globális éhínség miatt migrációs hullámra figyelmeztet a Frontex. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség újabb migrációs hullámra készül, mivel az ukrajnai háború miatt éhínségre lehet számítani a harmadik világban. A háború miatt Ukrajna az éveleje óta nem tudja exportálni a mezőgazdasági termékeit, ami destabilizálta a világ legkiszolgáltatottabb rétegeinek élelmiszerellátását. A Le Figaro című francia lap most arról ír, hogy a Frontex szerint Európának nem csak az Ukrajnából érkező migránsok beáramlására kell felkészülnie, hanem a más régiókból érkező menekültekre is az élelmezési bizonytalanság miatt. A búza Ukrajnából történő szállítása akadályokba ütközik, és ez migrációs hullámot fog okozni, tehát erre készülünk, ezt mondta Aina Kalnaya, a Frontex szóvivője. Egy ilyen migrációs hullám csak tovább növelni az Európára nehezedő nyomást. Évente még mindig több ezer illegális hajóval érkező migráns köt ki, miközben több millió menekült érkezik Ukrajnából. Az éhezés és migráció tekintetében egyébként két interjút is ajánlok figyelmükbe. Az egyiket Nógrádi György biztonság politikai szakértővel készítettük, az a címe, hogy óriási káosz várható, és itt beszél arról, hogy nagyon nagy migrációs nyomás készül Európára. A másikat pedig Karda Zoltán világutazó geográfussal készítettük, ott részletesen beszéltünk pontosan az éhezés, a gazdasági migráció és a migráció összefüggéseiről, úgyhogy érdemes ezeket is meghallgatni. Aztán egy újabb fegyverekkel kapcsolatos hír, a nyugati nemzetek nem tudják, hova lettek az Ukrajnába szállított fegyverek. A NATO és EU tagok körében egyre nagyobb az aggodalom amiatt, ahogyan Ukrajna a nyugat által szállított fegyvereket kezeli, ezt a Financial Times írta meg. A nyugati nemzetek most egy különleges nyomonkövetési mechanizmus létrehozására törekszenek, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy ezek a fegyverek az európai fekete piacokra kerüljenek. Az ukrajnai orosz katonai hadművelet kezdete óta az Egyesült Államok és Európa más európai szövetségesei több mint 10 milliárd dollár katonai támogatást ígértek Kijevnek. A fegyverszállítmányok között számos kézi fegyver, valamint hordozható páncéltörő és légvédelmi rakéták is voltak. Mindezek a fegyverek Dél-Lengyelországban landolnak, elszállítják őket a határra, majd egyszerűen szétosztják őket járművekre, hogy átkelhessenek, teherautókra, furgonokra és néha személyautókra, mondta egy ismeretlen nyugati tisztviselő a Financial Times-nak.
és ezzel magyarázta, miért akarta az EU és a NATO, hogy Kijev részletes leltárlistát vezessen a kapott nyugati fegyverekről. Az EU bűnüldöző szerve szerint a fegyverek egy része már elhagyhatta Ukrajna területét, és visszatalálhatott Európába. Áprilisban az Europol arra figyelmeztetett, hogy vizsgálatai szerint a fegyvereket Ukrajnából az EU-ba szállítják, hogy szervezett bűnözői csoportokat lássanak el. Az ukrajnai konfliktus jelentős számú lőfegyver és robbanóanyag elterjedését eredményezte az országban, közölte akkor az ügynökség. Az Europolt különösen aggasztotta, hogy az ukrán hatóságok a konfliktus kezdetén felhagytak a civileknek kiadott lőfegyverek nyilvántartásával. A lőfegyvereket azóta is nyilvántartás nélkül osztogatják. Ezt közölte tehát az ügynökség, és hasonló nyilvántartás létrehozását követelte az EU-ból Ukrajnába szállított összes fegyver és katonai anyag tekintetében. Kijev tagadta, hogy a fegyvercsempészet egyik fő csomópontjává vált volna. Jurik Száka, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója szerint a fegyvereknek akár Ukrajnába, akár Ukrajnából történő bármilyen mozgását mind Ukrajna, mind a nemzetközi partnerek nagyon szigorúan ellenőrzik és felügyelik. Washington azt is kijelentette, hogy bízik Kijevben, bár elismerte, hogy az Ukrajnába küldött amerikai fegyverek rossz kezekbe kerülésének lehetősége a sok megfontolás között szerepel a kihívásokkal teli helyzet miatt. Ez volt a Hírmix, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és kérem engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a következő napok programjaira. Holnap, azaz csütörtökön 11 óra 15-kor Resperger Istvánnal hallhatnak majd itt beszélgetést, ugye ő ezredes, illetve tanszékvezető egyetemi tanár, az orosz-ukrán háború aktuális mozgásairól kérdezem, illetve 17 óra 15 perckor pedig Bauer Bence, az MCC, a Magyar-Német Együttműködésért intézetnek az igazgatója lesz majd a vendégünk. Németországi aktualitásokkal fogunk foglalkozni, többek között a Szociáldemokrata Párt bulián bedrogozott hölgyekkel, illetve a német vétó, ami sokakat meglepett, hogy Németország megvétózta azt a pénzügyi támogatást, amelyet Ukrajnának kellene biztosítani. Pénteken reggel, pénteken délelőtt 11 óra 15 perckor Stier Gábor lesz majd a vendégünk, akivel szintén az orosz-ukrán háború aktualitásait beszéljük át. Este Hírmix, és szombaton délelőtt pedig Keleti Artúrral, kiberbiztonsági szakértővel beszélgetünk arról, hogy állítólag egész Európában leállhat a Facebook. Azért tudtam most ezt ilyen precízen elmondani, mert előre készítettünk felvételeket, ugyanis én holnap, azaz csütörtökön hajnalban hazautazok Magyarországra, hajnali 2 órakor indul a gép, aztán leszállok Magyarországon, és 1-2 órával később Nógrádi Györggyel elindulunk közösen Münchenbe, hogy odaérjünk a szombati közönség találkozóra. Feszített lesz tehát a program, de nem maradnak most sem adások nélkül. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Mindenkinek szép napot kívánok, a viszonthallásra!